Quartet Fesztivállal európai porondra került az Egri Gárdonyi Géza színház. A központi gondolat pedig a kultúrák párbeszéde. Mivel lehet kifejezni? Hogyan párbeszélnek a kultúrák ebben a fesztiválban? Hát a Quartet, ahogy a neve is mutatja, négy partneres kulturális színházi projekt. A Gárdonyi Géza Színház, az Egri Gárdonyi Géza Színház a projektvezető, emellett van egy szerb, egy francia és egy cseh partner. Hát elsősorban, mivel mind a négy partner színház, ez a színház művészet nyelvén beszélgetünk egymással. A projektnek az alcíme az, hogy Európai Víziók. Ennek megfelelően azt találtuk ki, hogy kortárs nemzeti darabokkal szerepeljen mind a négy színház a fesztiválon, és mutassuk meg, hogy egy kortárs szerző kapcsán mit gondolunk mi ma a 21. században Európáról, benne a helyünkről. Úgy gondoltuk, hogy ezt legjobban akkor lehet megcsinálni, ha nem egy klasszikus darabot választunk, hanem egy ma élő szerzőnek a gondolatain keresztül tolmácsoljuk ezt. Mi például Viski András kolozsvári magyar írónak az Alkoholisták című darabját visszük most a fesztiválra. De nagyon szerettük volna, hogyha ez egy összművészeti karakterű fesztivál lesz szándékaink szerint, és mindenféle más szinten is párbeszédet kezdeményezünk. Például rengeteg kísérő program kíséri a fesztivált. Minden egyes előadás napja az adott színháznak a nemzeti napja. Tehát amikor mi játszunk, akkor magyar nemzeti nap van a fesztiválon, és például most Csehországban lesz filmvetítés, szintén egy kortárs film, Bollók Csabának, az egri kötődésű Bollók Csabának az Iszka utazása Oscar-díjra jelölt filmjét fogjuk levetíteni cseh és angol felirattal. És lesz felolvasó színház, egy Eszterházi Péter darabot adnak elő felolvasó színházi keretben az ottani cseh színház színészei. Emellett lesz kiállítás, például a Bollók Csaba film verkfotóit is visszük magunkkal, ami jelenleg az Eszterházi Károly főiskolán látható, de viszünk fotókiállítást a saját színházunknak az elmúlt 8-10 évben bemutatott kortárs darabjairól fotókat. Lesz a Prágai Magyar Kulturális Intézet támogatásában, szervezésében egy prágai magyar világzenei zenekarnak a koncertje, Kutas Ágnes és csapata az előadásunk utáni magyar partin. És lesz természetesen közönségbeszélgetés, visszük az írót, Viski András is ott lesz, és az előadásunk alatt vele és az alkotókkal beszélgethet majd a közönség. Lesz színház szakmai vita, amikor leültetjük a négy színház képviselőit és a cseh színházi szakma kritikusait, és beszéljünk arról, hogy itt négy nagyon különböző struktúrában működő színház működik együtt. Mi vagyunk egy megyei repertoár színház, a csehek egy kisebb városi színház, a szerbek egy nagy mamut színház, az újvidéki szerb nemzeti színház balettal, operával és próza tagozattal, és a franciák pedig egy teljesen más struktúrában működő szabad művész csapat. Ott nincsenek állandó színházépületek bérlet struktúrával, hanem előadások készülnek, amikhez előadó helyszínt, színházépületet keresnek. Színes, gazdag, változatos program zajlik. Szerbiába kezdődött az őszön, most Csehországba, aztán az ősszel ide kerül hozzánk, és végül Franciaország. Azonban a programok mellett van közös munka is, amibe belevágtak együtt a négy színházzal. Ez mikorra készül el, és mi lesz a sorsa? Hát tulajdonképpen szakmai szempontból nekünk ez a legizgalmasabb része a projektnek, hogy nem csak idézőjelbe konzerv anyagokból áll össze a fesztivál, hanem valóban egy élő közös koprodukciós munkát is elkészítünk a fesztiválok alatt. Ez egy úgynevezett mesterkurzus, amit vezet egy francia rendező, Laurent Mendon Nantból. Mellette munkatársakként működik egy szerb, egy cseh, egy magyar dramaturg, aki én vagyok,
vagyok, és egy szerb jelmezdíszlettervező, valamint két-két színész mind a négy színháztól résztvevője ennek a projektnek, ahol nagyon sokat improvizálunk. Van egy adott kerettéma, egy Balkánon keresztül menő vonaton találkozik négy pár, csehszerb, magyar-francia pár, akik különböző célokkal és háttérsorssal utaznak. A franciák elvágyódnak nyugatról, és keresnek valami szabadabb balkáni életérzést. A balkániak pont Párizsba szeretnének emigrálni, mert nem tudnak itt megélni. És hát a magyar pár az év során vérverejtékkel összekuporgatott kis pénzén nyaralni megy, a csehek nászútra mennek. Tehát négy különböző sors, és ebből ilyen kaleidoszkóp-szerűen próbálunk felvillantani képeket, hogy ki hogy létezik teljesen másképpen és mégis közösen ebben az Európában. Már maga ez a téma is érdekes, de a munkamódszer is nagyon érdekes, ugyanis nincsen közös beszélt nyelv, az angolt is megtiltottuk, hanem nézzük meg azt, hogy hogyan tudunk, milyen univerzális egyéb színházi nyelvi eszközöket találunk arra, hogy mégis megértsük egymást, ezt a közönség is megértse. Tehát egy igazi kísérleti műhely munka folyik. Ezt próbáljuk a két év alatt a négy fesztivál helyszínen, a fesztiválok alatt zajlanak próbák, illetve kétszer külön is találkozunk egy-egy hétre, most nyáron, júniusban Franciaországban, Nantban, majd 2010 augusztusában Újvidéken, és rögtön utána 2010 szeptemberében az akkor zajló belgrádi nemzetközi nagyon nagy hírű BITEF színházi fesztiválon bemutatjuk ennek a kísérletnek az eredményét.